A Nílus partján portyázó kereskedők a folyamatosan áramló termékekből csipegetve nagyon kényelmes életet tudtak maguknak felépíteni. De csak akkor, ha le tudták körözni a kesejükén keringő konkurenciát. Na és ti, kalmárokként a Nílus völgyében mekkora kincspiramist is tudtok összeharácsolni? Sziasztok, Huni vagyok, és ma az Ankor a Nílus völgy kalmárjai című cserekereskedelmes játékot fogom nektek bemutatni. Helyezzétek a piactáblát az asztal közepére. A műanyag áru és ankorongokat típusok szerint válogassátok szét és helyezzétek a tábla mellé. Keverjétek meg az 55 lapkát és képezzetek belőlük két képpel lefelé fordított húzópaklit. Ezek is kerüljenek a piactábla mellé. Keverjétek meg a 15 árujelzőt és tegyétek őket a piactáblára számukra fenntartott helyekre. Bár a korongok véletlenszerűen kerülnek fel a táblára, igyekezzetek elkerülni azt, hogy egy mező mellé három azonos típusú árujelző kerüljön. Húzzátok fel az egyik húzópakli felső 6 lapkáját, és balról jobbra haladva tejetek fel egyet-egyet képpel felfelé a piactábla mezői mellé. Szükségetek lesz még a piramis alakú bónuszlapkákra is. Végül tetszőleges módszerrel választhatok kezdőjátékost, aki meg is kezdheti a kalmár karrierjét. A soron következő játékos két fő akcióból választhat egyet. Vagy elvesz 3 árukorongot, vagy vásárolhat egy lapkát a piactábla mellől. Árukorong gyűjtéskor 3 tetszőleges terméket vagy ankot vehettek el a készletből. Csak két megkötésre kell figyelni. Egyszerre maximum 5 termék mutató árukorong lehet magatok előtt. A többletet vissza kell helyezni mindig a készletbe. A különleges ank árukorongokat külön kell számolni, belőlük összesen 2 gyűjtettek össze. Ha lapkát szeretnétek vásárolni, fizessétek be a készletbe a lapka mellett található árat, és vegyétek meg a lapkát. Ha már van korábban magatok elé helyezett lapkátok, akkor az új lapkát csak úgy helyezhetitek le, hogy azok egy összefüggő építményt alkossanak. Amennyiben már 4 egymással szomszédos lapka is található előttetek, az új lapkát felpakolhatjátok rájuk, de csak akkor, ha az ezáltal alkotott kincspiramis egyik sarka színben megegyezik az új lappal. Amikor ilyen helyre vásároltok lapkát, egyel kevesebb áruba kerül a megvétele. A lapkák típusait a videó végén fogjuk részletezni. Fontos még megemlíteni egy extra akciót is. A fő akció előtt vagy után, egy már a kör elején birtokolt ank befizetését követően két extra akció egyikét végezhetitek el. Az első lehetőség, hogy új lapkát húzhattok a piacra. A második pedig, hogy áthelyezhettek egy már megvásárolt lapkát. Új lapkák húzásakor csúsztassátok az összes, amíg a piacon található lapkát balra. Majd válasszátok ki a két húzópakli egyikét és töltsétek fel az üres mezőket, amíg a piac roskadásig meg nem telik. Ha csak ketten játszotok, a balra csúsztatás előtt a bal szélső lapkát dobjátok ki. Amikor lapkát helyeztek át, az egyik szabad, vagyis piramisban nem épített lapkát átmutathatjátok egy tetszőleges, de a szabályoknak megfelelő helyre. Vagy egy piramis csúcsát képző lapot is áthelyezhettek úgy, hogy egy másik szabályos piramist alkosson. A játék célja meglepő módon a pontok gyűjtése. A pontokat lapkákkal lehet gyűjtögetni, a legtöbb lapka valamilyen színnel és szimbólummal rendelkezik. A játék végén az összes összefüggő állatszimbólum és szín külön számolva pontokat ér. Ha egy ilyen összefüggő terület legalább 5 lapkából áll, rögtön vegyetek el egyet a 3 pontot érő bónuszjelzőkből. Ha ezt valamilyen módon megszakítjátok, a jelzőt is rakjátok vissza az asztal közepére. A magányos lapkák nem érnek semmit. Vannak különleges lapkák is, amelyek szimbólum nélküliek. Akár 2 pontot is adhatnak, vagy rögtön egy újabb kör lejátszására hatalmaznak fel. A legritkább, de talán legértékesebb lapka a raktár, ahol egy extra lapka színével megegyező árukorongot tárolhattok. Fontos, hogy a raktárlapka ezt a képességét elveszíti, ha egy piramis aljába beépítitek. Amikor az egyik játékos a 13. lapkáját is lehelyezte, játsszátok le a fordulót a kezdőjátékosig. Így mindenkinek ugyanannyi kör áll rendelkezésére. Ezt követően véget ír a játék. Ekkor össze kell számolni a pontokat. Szóval az összes egybefüggő állatcsoportokért, az összes egybefüggő színcsoportokért, az összes győzelmi pontot szolgáló különleges lapkákért, valamint győzelmi pontjelzőkért. Végül az összes 3 megmaradt korongért kaptok pontokat. A játékot az nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Döntetlen esetén a legkevesebb lapkával rendelkező játékos aratja a babírokat. Az Ankor a Nílus völgy kalmárjai fél óra alatt végigjátszható és mégis igazán változatos, stratégiai gondolkodást igénylő játékmenetet tud nyújtani. Két személyes játéknak is tökéletes, de ideális 4 fővel is. Gyűjtsétek az árut, ragadjátok meg a győzelmeteket garantáló lapkákat, és derítsétek ki, vajon melyikőtök a legrafináltabb kalmár itt, a Nílus völgy partján. Jó játékot kívánunk!